A vádirat szerint a férfi 2022. november 24-én késő délután személygépkocsival megjelent az ismerőse Jászfényszaruban lévő házánál. A két férfi a ház előtt beszélgetni kezdett, a vádlott munkát ajánlott a másik férfinek, majd felszólította őt, hogy egy korábbi 5000 forintos munkabér tartozását fizesse meg részére. A másik férfi vitatta ezt a követelést, mire ő a gépkocsijából elővette egy 52 cm penge hosszúságú kardot, és azzal egy alkalommal csekély erejű szúró mozdulatot tett a másik férfi felé, aki kiütötte a kardot a kezéből. Ennek során egy 8 napon belül gyógyuló hámkarcolásos sérülést szenvedett. A megtámadott férfi kiütötte a másik kezéből a kardot, ezután a földre kerültek, és itt a pénzkövetelő többször kiserővel, ököllel megütötte a követelését vitató férfit. A férfi a követelt pénzt végül nem adta át. A járási ügyészség a vádiratában arra az esetre, amennyiben a büntetlen előletű férfi a bűncselekmény elkövetését beismeri, 2 év börtönbüntetésre tett indítványt, illetve arra, hogy ezt a börtönbüntetést a bíróság 5 év próbaidőre függessze fel, valamint arra, hogy a próbaidő alatt rendelje el a férfi pártfogó felügyelet alá helyezését, illetve a kard elkobzását is indítványozta az ügyészség. Az ügyben a Jászberényi járásbíróság fog dönteni.